közösség életében az egyik legjelentősebb dátum Szent György napja, amikor megállunk a hétköznapok forgatagában, és megemlékezünk hagyományainkról, megköszönjük a szakmai elkötelezettséggel végzett munkát, és a támogatóinknak a sikeres együttműködést. A rendőrök védőszentjévé vált Szent György legendáját Érsek atya nálam biztosan sokkal jobban ismeri. Az önzetlenül segítséget nyújtó lovak példáját a rendőrök követni fogják, amit a testület soraiban lépnek. Ne áldozzák és ne áldozzuk fel ténylegesen köpenyünk felét, de életünk, személyiségünk egy részét a szűkebb és a tágabb közösségnek adjuk. 2015. április 25-én az Országos Rendőrnap alkalmával Papp Károly altábornagy, az Országos Rendőrfőkapitányság vezetője a következőképpen fogalmazott. Köszönöm a rendőri állománynak a végzett munkát. Rendszerváltást követően az első választási év, hogy nem volt központi téma a közbiztonság. Gratulálok az elért eredményekhez. Kedves vendégeink! Bízom benne, hogy ebben a patinás színházteremben az ünneplés még inkább összekovácsolja az állományt, szorosabbra fűzi az együttműködést. Kérem, hogy fogadják szeretettel a ma esti műsort, és érezzék jó magukat ezen a különleges estén. Kérem, nagyon sokkal tartozunk a rendőrségnek. Mi egyházi emberek nagyon gyakran ugye szervezünk olyan dolgokat, amelyekhez kell az ő segítségük. Például körmeneteket tartunk. Húsvétkor, úrnapján, vagy különleges alkalmakkor. Ilyenkor mindig élvezünk az ő nagyvonalú és ingyenes segítségüket. Úgyhogy csak azt tudom mondani befejezésül, hogy Szent György lovag óvja a rendőrséget, és belük együtt óvja és segítse magyar hazánkat. Köszönöm szépen a figyelmüket! Rendőrfőkapitányság vezetése elismerését és tiszteletét fejezi ki a hiteles és objektív tájékoztatásért a megyei írott és online médiában Németh Bernadett főszerkesztőnek. A rendőri munka hiteles és objektív bemutatásáért az elektronikus média hírműsorában Füsi Angéla tudósítónak. A közösen végzett kiemelkedő és önzetlen tevékenységéért Hennig Döll ügyvezető igazgató úrnak. Igazgató úr távolléte miatt az elismerést Tóth Péter, a Continental Automotive Hungary emberi erőforrás vezetője veszi el. Kapitánysággal közösen végzett kiemelkedő és önzetlen tevékenységéért Uzsoki András ügyvezető igazgató úrnak.